Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol van egy speciális vendégünk. Ki? Köszönj be, kérlek. Ja, sziasztok, bocsi. Sziasztok, hello. Lassan egyébként, hát jó lassan, egy éve van meg a csatornám, és nem volt még Bencével közös, leülős videónk. Igen, amit... Amit rendesen így felvettünk. Egyáltalán nem értem, hogy miért. Fura. Ha holott az én csatornámon nagyon sokszor megjelentél, és a tiédre sose gondolkodtunk így közös videón, de... egy év után eljött az ideje, úgyhogy itt vagyunk. És mostanában elkezdtem egyébként nézegetni videókat, ilyen... Tudom, hogy nagyon régiek már, és 5 millió ember megcsinálta, viszont kihívás videókat kezdtem el keresni, mert én még azt se csináltam. Úgyhogy találtam is párat, és az első ebből, ahogy a címből ti már tudjátok, a babakaja kihívás lesz, amit én nagyon szerettem volna megcsinálni, Bence amennyire mondta, annyira nem. Nem, mert én rosszul vagyok az ilyen dolgoktól. Tehát, igen. Az összes videóban a férfi egyedek rosszul lettek a kajától, úgyhogy... Igen, ezt nem is értem, mennyire gyenge lelkűek vagyunk. Tartok tőle, mert nekem ez a gyenge pontom, úgyhogy ha összemered hányni magad, akkor kiakadok konkrétan. Csak nem, mert neked meg fóbiád van a hányásra, szóval... Úgyhogy kérlek szépen, hogy próbáld meg tartani magad és... Zsák a foltját. Igen, tehát alapvetően ugye az, hogy meg fogjuk a kajákat kóstolni, jól vagyok informálva, be lesz kötve a szemünk, és ki kell találni, gondolom, milyen ízű a kaja. Itt van már nálunk két kanál, és megbeszéltük pont ennek a kis balesetnek az elkerülése érdekében, hogy nem egész kanalat fogunk kóstolni, csak picit Igen. belemártva, Igen. és remélem, hogy ezt te is be fogod tartani, és óvatosan kóstoltatjuk egymást. Itt van egy szembekötő, és itt vannak előttünk a bébi kaják. Igen, és azt hagyjuk el, hogyha véletlen összehányám magam, akkor kérem, az univer ne vegye magára. Én válogattam össze ugye a kajákat, és van benne kettő, ami kifejezetten jónak tűnik, és van benne kettő, ami ilyen húsos ízesítésű, tehát azt nem tudom, hogy kell elképzelni, de van benne két olyan. A többi az pedig teljesen egyszerű kis zöldségpüré. Uh-huh. A babakajáról ugye tudni kell, hogy nincsen benne tartósítószer, só, adalékanyag, mint hogy ilyen ízesítő, ízfokozó, úgyhogy alapvetően ami rossz lehet benne, az az, hogy ízetlen. És így kell nekünk majd kitalálni az ízeket. Azt beszéltük meg, hogy kőpapírólóval fogjuk eldönteni, hogy ki választ, hogy választ, ugyanolyan felülről, és teljesen el van takarva a címke, tehát nem lehet tudni, hogy melyik melyik, és kőpapírolózunk egyet, egy hármasat, és aki nyer, az fogja így rámutatással kiválasztani az első négyet. Mehet? Kőpapírolló. Flex! What is this? Flex. Normálisan jó, már. Jó, bocsi. Kőpapírolló. Kőpapírolló. 1-0. Kőpapírolló. 2-0. Gyere, hagyom! Kőpapírolló. Na, pedig mindig megverlek. Azt mondják, hogy a szemébe kell nézni. És amit most választok majd, azt... tehát négyet kell most kiválasztani. Igen, azt magadnak választod ki. Hogy én azt fogom kóstolni? Igen. Rámutatással egy ilyet. De nem tudom, amiket választottam, tök mindegy. Igen, és ezeket fogom én kóstolni? Igen, de és akkor... Akkor most ne nézzel meg, hogy mik azok? Nem feltétlen kell megnézni, hát ha felismerem azok, az ízeket. És ugye ezt keresztbe ki fogjuk cserélni, mert én kóstoltatlak téged, te pedig engem. Úgyhogy most ezt a... Bármi. Nem már! Jaj, de tudtad eddig is, ne csináld, úgyhogy ezt mindjárt át fogom rakni, és kezdhetjük is. Kicsit félek amúgy. Készen állsz a cserére? Aha, persze. És akkor... mit szólsz hozzá, hogyha most áldozzam fel magam, vagy ezt is kőpapírollózzuk ki, hogy ki kóstol először? Ha akarod, gyere! Kőpapírolló. Basszus. Parancsolj. Hát akkor... Bárki egy kőpapírollóra ki akar hívni, azt várom a komment szekcióba. Emojikkal lejátszhatjuk.
Oké. Okay. Még mielőtt elkezdjük, nem bízok benned annyira, úgyhogy ezeket rázzuk fel, kérlek, rendesen. Shake it. És felráztad jól? Azt hiszem, nem tudom. Igen. Adok neked egy kanalat, te adj nekem egy papírtörlőt. Ha véletlen nagyon rossz, akkor ér kiköpni. Nem muszáj megenni, csak rá kell jönni az ízére. Jó? Tehát el kell találni, hogy milyen ízű lehet. Kettőt lehet találni, és hogyha kettőből nem találod ki, akkor nyilván az nem pont, és ha mondjuk több ízt érzel benne, és csak egyet tudsz, akkor kaphatsz fél pontot. Jó. Így működik ez a dolog. Van rajtam azért egy kevés smink, nem túl sok, de van, úgyhogy biztosan össze fogom fogni ezt. Ja, ezzel etetlek ezzel a kanállal? Igen. Akkor etetlek a másikkal, ha bár nem probléma nálunk, de már befaltam. Mehet? Mehet. Tehát ez az első, a legelső kis delikvensünk. De nagyon keveset, kérlek szépen. Disney baby, 8 hónapos kortól, hát ez már elmúltál. Hú, eddig nem izgultam, most úgy dobog a szívem. Aha, na én nem kajáltam és egy kicsit, ahogy beleszagláztam. Ne szaglásd. Kavarjam össze? Nem kell összekavarni, csak egy nagyon picit a közepében nyúj bele és rendben, dimi. Itt van. Jó, itt a legelső delikvens. És lehetőleg ne nyomd a torkomra ezt, jó? Nem, ezt csak belerakom és te fogod. Kicsit nagyobbra kérlek, egy mi más, úgy, parancsolj. Tehát ez volt a legelsőnk. Milyen első benyomásom, amíg te sem ettél, úgyhogy... Nem szeretem a tökfőzeléket, és ez biztos az. Ez tökfőzelék. Csirkehússal ráadásul, pontosan. Nem volt jó? Annyira? Nem, egyébként nem rossz, sótlan, de semmi baja nincs, csak fúj, nem szeretem a tökfőzeléket. Gyere, ezt ráverjük, egy kis... Fúj, nem szeretem. Gyere, itt a köv. A tökfőzelék az egyetlen olyan főzelék, azt hiszem, amit nem, de egyszerűen sehogy. Erre kíváncsi vagyok. Viszont, ha találni fogok olyat, ami tetszik, akkor lehet, hogy kipróbálom egy hétig a baby kaja diétát, ami egyébként tudom, hogy nem egészséges, de tök vicces, igen. Szóval ezt szerintem tipikusan szeretik a babák. Azt mondod? Aha, én ezt úgy tudom, hogy ez tipikusan olyan kaja. Mehet? Mert. Na, mi ez? Alma biztos. Igen. Kaphatok még egyet? Szilva? Talán. Ez a végleges, amit szeretnél? Hát nem, úgy mind a kettőt érzem. Alma meg szilva, azt hiszem. Alma és burgonya. Ízesítés. Micsoda? Alma és burgonya. Pontosan. Szilvát, mármint, hogy igen. A burgonyát, hogy lehet szilvának be? Úristen! Igen, pontosan. Rajta van füles meg a micimacka. Nagyon szilva íze volt, iszonyatosan. Itt a követ. Ennek... Jó az illata nagyon, ez tuti finom lehet egyébként. Igen. Mehet? Az illata jó, az íze nem? Nem jó az íze? Nagyon zöld íze van. Igen? Mi az? Ez borsó. De mondd már, hogy mi ez. Nem tudom, zöld borsó, vagy nem zöld tudom. Zöld borsó főzelék. Kérsz még egy kanállal? Na gyere, gyugu. Most tényleg adsz? Igen, gyere. Nem rossz, de annyira sótlan, hogy... Jó, megvolt a harmadik is, és akkor jön a negyedik. És akkor 2,5 ponton van? Igen, pontosan, 2,5 pontod van. Sokkal rosszabbra számítottam amúgy. Igen, mert lehet, hogy a rosszak azok nálam vannak. Mondjuk a tökfőzelék az... kegyetlen. És akkor jön a... Jó itt, papi, ezt írja rajta. Úgyhogy ettől reméljük, hogy a... Mindjárt itt be is alszok. Hát remélem, nem.
Ennek van eddig a legjobb illata. Bár mondjuk egyébként tök jó, hogy te itt mondod, hogy minek milyen nem. illata van, amikor érzem. Nem is érzel rendesen nem, a szavukat. Nem, érzem. Amma! Na gyere még egyet! Várj! Hát nem várok, hát nem viszlek el a játszóházba, Rebeka! Meg kell enni! Gyere! Semmi ész nem érzek rajta, esküszöm neked. Ilyen jó étpap íze van? Na milyen? Vannak azok a baba keksz. Na gyere még egy konát! Baba keksz íze van, azon kívül semmit nem érzek. Ez almás őszi barackos tejbe gríz. Na hát ennek semmi köze nem volt hozzá. Jó, ennyi volt Rebeka. Tehát akkor 2,5 ponttal állok. De világos van. Igen. Okay. Szintén én is lerakom magam elé, mert én azért egy picit nehezebb paciens vagyok. Nem volt rossz egyébként, szerintem bőven túlélhető. Kössem vagy az kötöd? Az illatok azok ténylegesen jók voltak, ízekre nem tudom, ugye mert nem kóstoltam meg, de az enyémeknél egy picit félek. Amennyire emlékszem egyébként, a tökfőzelék és a borsó volt a legrosszabb, mondjuk úgy talán, úgyhogy nem hiszem, hogy igazából. Tényleg mértékkel, mert tudod, hogy én, és sőt, ma még nem is kajáltam, tehát... Jó. Oké. Jó. Ó, hány ingerem lett. Az a szerencsét, hogy én annyira szeretlek, és olyan keveset adok neked, hogy hát... nagyra nincs, hogy nehogy véletlen neked koccanya. Ó, ez jó, ezt megkóstolom mindjárt én is. Hát ennek nem sok íze volt egyébként. Répa. Ne idegesíts már, hát ezt tudnod kell. Még szilva. Egyet? Érzem az ízét. Paradicsom. Paradicsom burgonya. Inni? Aha. Jaj. Okay. Jöhet a következő. Nem emlékszem rá egyébként, hogy ezt te szereted-e, ami következni fog, mert szerintem ezzel sokan úgy vannak, hogy vagy imádják, vagy... Mehet? Igen. Keveset raktál? Nagyon-nagyon keveset raktam. Ez... Fúj! Úristen, de rossz! Hol a víz? Ez nagyon... Ez nagyon rossz! Hallod? És nem is arra hasonlít az íze, ami egyébként. Ennek dió íze van. Dió? Igen, esküszöm, vagy ilyen... Fú, nem... Tip? Mi az? Sütőtök volt. Sütőtök püré. Borzalmas. Aminek dinnye íze van egyébként. Sárga dinnye íze van. Hát én semmi, csak azt éreztem, hogy rossz. Jöhet a kövi. Nem bírom kinyitni, csúszik a kezem. Készen állsz, kincsem? Remélem, hogy elüti az ízét valami édes lesz. Á. Hát a húst azt ér, ez marha húst. De nagyon intenzíven, ez konkrétan olyan, mint egy szelet húst bevettem volna a számba. Hús. Zöldséges rizs marha hússal és... ugye? Olyan konkrétan, mint hogyha a húst megennéd. Tehát a többinek ezzel ellentétben semmi. Nagyon. Sem. És csak hogy lásd, arany szívem, a legjobbat hagytam a végére. Á, az égnek, mi az? Ja, ez mondd. A játék lényeg, hogy nem mondom. Igen, nem ezt mondd. Én szerettem volna kapni egyébként, mert ez nagyon jól néz ki. Jó híg is. Lehet? Lekvár. Hallod, ez finom, megy. Majdnem. Cseresznye. Majdnem. Mi az? Várjál. Van more. Van more. Ezt ebből jöhet, ebből tényleg jöhet. Áfonya! Az!
áfonya, meg valami alma is van benne szerintem, de... Áfonyás alma, pontosan. És de ez egyébként... ez tényleg jó. Hallod ennek? Ugye? Ez nagyon jó. Igen. Mennyit találtál el? Várjunk. Az elsőből van egy fél pontod, a paradicsomot tudtad. Igen. A sütőtök az esélytelen, a zöldséges rizsből is van egy fél pontod, és az áfonyás almát kitaláltad teljesen, ami azt jelenti, hogy 2 pontod van, ami azt jelenti, hogy én nyertem. Hát ez szuper. Hát, ennyi lett volna ez a videó. És várjál. Mi ez? Hát ez egy verseny volt, és te vesztettél. És akkor mi van? Nem úgy hívtál ide, hogy ennek lényege van. Mert te hogy szoktál hívni? Na jó, mit kapok, vagy mi? Még nem tudom, de majd kitaláljuk. Kell egy kis... Nem büntetés, hanem valami kis... Aha. Funny valami. Na mindegy, nagyon szépen köszönöm, hogy átugrottál ide hozzám, az én csatornámra. Igen, hát egyébként és... tök jól néz ki. Újja, Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, Bencének nagyon sok feliratkozója van, úgyhogy neki már nem kell több. Ha nem láttátok még az előtti videóimat, akkor azokat is nézzétek meg, lerakom őket a leírásba. A következő videóban találkozunk, sziasztok! Sziasztok!